Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember, és annak egy lánya. Ez a lány olyan szép volt, hogy messze földről csodájára jártak. A szépségért el is nevezték világszép Ilonkának. Addig beszéltek a népek világszép Ilonkáról, hogy a királynak is, aki éppen házas holandó legény volt, fülébe jutott a híre, és attól fogva nem volt nyugodalma sem éjjel, sem nappal. Volt az udvarban egy festő, és ennek azt mondta a király. Menj el ahhoz a világszép Ilonkához, és festd le nekem. Hadd lám, csak ugyanolyan szépe, mint mondják, mert ha olyan, Isten Krisztus úgy segélyen, feleségül veszem. Elment a festő. Fölkereste világszép Ilonkát, lefestette, és hazavitte a képet a királynak. Itt van, felséges királyom, éppen szakasztott ilyen, mint a kép. Magam sem láttam ilyen szépet, mióta e világra születtem. Nézi a király a képet, szeme szája tátva marad a nagy erős csodálkozástól. Mindjárt hívatta az udvarmestert, megparancsolta, hogy fogasson be 6 bársonyhintóba, és hozassa el világszép Ilonkát az egész nemzetségével. No, az bizony könnyen elhozhatták. Elég lett volna egy hintó is, mert világszép Ilonkának az apján kívül senki sem. Szépen beleültették a hintóba Ilonkát, az apja felült a bakra, a kocsis mellé, és azzal megindultak a király városába. Mentek, hol lassan, hol sebesen, és egyszer aztán belekerültek egy nagy, rengeteg erdőbe. Amint az erdőben haladnak, csak elébük toppan egy vén cigányasszony a lányával, csúfolt mind a kettő, mind az ördög. A vénasszony megállítja a kocsist. Állj meg, kocsis, vigy fel a hintódba, s bizony megszolgálom. Félre az útból, vén boszorkány, rikkantott rá a kocsis. Tudod-e, hogy ez a király hintója? Hallja ezt a beszédet világszép Ilonka, kihajlik a hintóból, és mondja. Csak hagyjad, hadd üljenek fel, azt akarom, hogy a mai nap mindenkinek jó napja legyen. Azzal felültette magával szemközt a cigányasszonyt és a lányát, és a kocsis pedig tovább hajtott. Kevés idő múlva egy nagy folyóhoz értek. A vén cigányasszonyit nagy hirtelenséggel megfogta világszép Ilonkát, kivette 2 szemét is azon a folyóban ült. A kocsis meg a szegény ember semmit sem vettek észre, és hajtottak tovább. Hazaérnek a király udvarába, szalad a király a hintó elé, hogy levegye a szép Ilonkát. Háj, de szinte kőbálvánnyá változott, mikor meglátta a vén banyát a lányát. Hiszen ez világcsúf lány, nem a világ szép Ilonka, kiáltott a király szörnyű haraggal. Nézi a szegény ember, nézi a kocsis is, mennyire földre esküdöznek, hogy ők világszép Ilonkát hozták, s ez a világcsúflány csak az erdőben ült fel a hintóba. De a vénasszony is mennyire földre esküdött, hogy ő a szegény ember felesége, az a lány meg az ő lánya, a világszép Ilonka csak az úton egy kicsit megfeketedett. Jó van, mondta a király. Hát most már a szavamat meg nem másolom. Ha szépségében feleségül akartam venni, feleségül veszem csúfságában is. De téged, szegény ember, sírig tartott tömlözbe vettettelek, amiért nem vigyáztál a lányod szépségére. Hát eleget beszélt a szegény ember, hogy egész úton le sem eresztették a hintó födelét, hogy nap sem sütött a lányára, hogy az ő lányát elvesztette ez a vén boszorkány. De emezek még jobban győzték szóval, és a király nekik hitt. A szegény embert pedig tömlözbe vetett. Eközben világszép Ilonkát vitte a folyó, sodorta, mind tovább. Egyszer aztán kidobta a partjára,
éppen egy halászkunyhó elé. Abban a halászkunyhóban egy öreg halász meg a felesége raktak, és éjfél időben keserves sírásra ébredtek fel. Megszólal a halászné. Hallá egy gazda, valaki sír az ajtó előtt. Bizony, mintha én is sírást hallanék, mondá a halász. Már csak kinézek, hogy mi van odakünn. Kimegy a vén halász, s hát az ajtó előtt egy csurom vízleány ül, s úgy sírdogál magába. Nézi, nézi, s hát annak a lánynak mind a két szeme hiányzik. De a könyv úgy potyogott a szeme gödréből, mint az áporeső. S lásd csodát, minden könycsepp egy-egy gyémánt gyöngyé változik. Kérde az öreg halász, ki vagy te, mi vagy te szegény lány? Elmondja világszép Ilonka, hogy ki és mi is, hogy mi történt vele. Ne búsulj, lányom, mondá vén halász, gyere be hozzám, itt elélhetsz halálod napjáig, nekünk úgy sincs gyermekünk. Megköszönte a lánya szívességet, bement, de csak sírt, mindig sírt. És amint sírt, folyton folyvást, beregett ki a szeme gödréből a gyémánt gyöngy. Azt mondta egyszer a vén halász, na, már elég volt a sírásból, egyet se sír többet, mert én addig meg nem nyugszom, míg a szemedet vissza nem kerítem. Fogta a teménytelen sok gyémánt gyöngyöt, s elindult azokkal világgá. Árulta városról városra, s bezzeg minden asszony, minden lány szerette volna megvenni, de a vén halász azt mondta, hogy a világ minden kincsért sem adja csak két szemét. Szemét. Jaj, de kikacagták mindenütt a halászt, vén bolond, ki adja majd oda a szemét? Jó van, ment tovább. Addig ment, míg a király városába nem ért. Ott egyenesen ment a világcsúf királynéhoz. Mutatja a gyönyörűséges drága gyöngyöket. Megörült a világcsúf királyné, hogy majd kiugrott a bőréből. Azt kérdezte, hány zsák aranyat adjon érte? Felelte a vén halász. Nem kell, ha mind ideadod is. Ami arany van az országodban, de két szemért neked adom, felséges király. Bejön a vén cigányasszony, és mondja neki a lánya, hogy milyen bolondságot kíván az a vén ember. Hát add oda neki a világszép Ilona szemét, suttintja a vén boszorkány, úgyse veszed használt. No, volt öröm. Mindjárt előkeresték a világszép Ilonka szemét, odaadták a vén embernek, s még jót kacagtak a vén bolondon, mikor eltávozott. Megmutat az öreg ember, meg se állott, míg hazáig nem ért. Világszép Ilonka még mindig sírt, mert el nem tudta hinni, hogy szem helyett szemet lehessen találni. Márpedig a vén halász talált. Az ám megtalálta az Ilonka szemét. Egyszeriben visszatette a helyére is, hát, Uram Jézus, most még ezerszer szebb lett világszép Ilonka, mint annak előtte. Telt múlt az idő. A vén halász elment halászni, s magával vitte Ilonkát is. Amint a folyó partján halászgatnak, arrafelé tart csolnakon két vadász, akik vadkacsákra lövöldöztek. Az egyik vadász csak felkiált. Nézd oda! Látod azt a lányt? Látom, mondta a másik. De olyan szép, hogy mindjárt megfakulok a nézésétől. Az Isten Istenem ne legyen, ha ez nem világszép Ilonka, mondta az első. Helyenye, felséges királyom, ez csak ugyan világszép Ilonka. A király meg az udvarmestere volt a két vadász, és mindjárt kikötöttek a parton. Szaladtak a lányhoz. Köszön a király, és kérdi, hogy hívnak téged, te szép lány? Feleli a lány. Hát azelőtt világszép Ilonkának hívtak, de most már nem tudom, megillete az a név, mert egy esztendejű tükörbe nem néztem.
No, ha egy esztendeje, hogy nem néztél tükörbe, hát hidd meg, hogy most ezerszer szebb vagy, mint az előtt. Velem jössz te mostan? Hoho, szólalt meg a vénhalász. Abba még én is beleszólok. Szólhat kend ezeret is, mondta a vadász, mert én király vagyok. Közbeszól most virágszép Ilonka. Igaza van a vénhalásznak, felséges királyom, mert neki köszönhetem a szemem világát. Aztán mindent elmondott, úgy, ahogy történt. A király egyszeriben hazaszalasztotta az udvarmesterét, két hintóért, az egyikbe ő ült világszép Ilonkával, a másikba a vénhalász meg a felesége. Az udvarmesternek meg azt mondta, jobb, ha nem szorul a hintóba, menje haza csónakon. Hát hamarosan otthon voltak, s amint a hintó befordult a kapon, nagyot kiáltott a király. Ki a házból, boszorkányok? Hát egyszerűen kihúzatta a vén boszorkányt is, a lányát is a palotából. És mind a kettőt négy-négy darabba vágatta, és úgy tétette ki a város kapujára. A szegény ember pedig mindjárt kieresztette a tömlőcből, és olyan vendégséget csapott, hogy hetet hét országon túl is híre ment. Így volt. Vége volt. Igaz volt.